Talmud Baba Mecia traktátus 49-es lapját fogjuk tanulmányozni, és a 48-as lap vége felé tartunk, és továbbra is azt a kérdést feszegetjük, ami vita volt Ráv és Rabbi Yochanan között. Jelesül, hogy egy előleg a ingóság esetén, az előleg az ingóság esetén, az az egész tranzakciót létrehozza, vagy csak az előleg összegének megfelelő értékig hozza létre a tranzakciót. Ráv azt mondta, hogy csak az előleg értékéig hozza létre a tranzakciót, és a Yochanan pedig azt mondta, hogy az egész tranzakciót létrehozza. Most a Talmud megpróbálja úgy értelmezni, hogy ez a vita, ez nem csak Ráv és Rabbi Yochanan között állt fenn, hanem már a korai bölcsek között is ugyanígy megvolt. 48-as lap vége felé tartunk. Lémeket a nai, talán ez a vita, ez már a Misna korabeli bölcsek között is létezett. A Malves Haveiro, Jala Máskönyv, Nihosza, Smita, Áfapis, Én és Savéle, Plág, Én, Mesám, Tibre, Semmi, Gamlie. Azt mondja a Brájta, hogy amikor jön a Smita év, és elvileg a Smita évben minden kölcsön elévül, hogyha a kölcsönnel szemben volt egy ingófedezet, egy zálogfedezet, akkor az kölcsön nem évül el. Mi van akkor, hogyha ez a zálogfedezet, ez csak részben fedezi az értékét a kölcsönnek? A Simi Gamliel azt mondja, hogy akkor a Smita nem áll be, nem engedődik el a kölcsön. A Budanoszi pedig azt mondja, hogy a Smita igenis beáll, abban az esetben, hogyha nincs elég, abban az esetben, hogyha az értéke kiteszi teljesen a kölcsönt, akkor valóban nem áll be a Smita, nem évül el a kölcsön, de hogyha nem, akkor elévül a kölcsön. És itt pontosítanunk kell, hogy mit ért mind a két rabbi az alatt, amit mond. Májén nem is sámet, mit jelent az, amikor azt mondják, hogy nem évül el a kölcsön. De kamarab simegam lél, például amikor a simegam lél azt mondja, hogy nem évül el a kölcsön. Mit ért ez alatt? Ilyen meg a negdai, mik láldereb, jihuda szavár, lehák plaga, nem is sámet. Ugye, hogyha ezt úgy értelmeznénk, hogy a nem évül el a kölcsön, ez azt jelenti, hogy egyáltalán, tehát ha úgy értelmeznénk, hogy amikor a Simi Gamliel azt mondja, hogy nem évül el a kölcsön, akkor az értékének megfelelő része a kölcsönnek nem évül el, akkor ez azt jelenti, hogy a Yehuda az az ásponton van, hogy amikor azt mondja, hogy elévül a kölcsön, akkor az a rész is elévül, ami az értékkel szemben van. Ellen másként, a kitlamali, akkor viszont semmi értelme nincs a zálognak. Akkor mi nem ért adna neki zálogot? El a lápsmáj, mi na, én nem sámít, de kamerső meg a mléjel, én nem sámít, de kulaj. Akkor mit jelent mégis ez a... Amit mondom, sem meg a mléjel, ahogy logikusabbnak is tűnik az egész, az az, hogy amikor azt mondom, sem meg a mléjel, hogy nem évül el a kölcsön, az alatt mit ért? Azt érti, hogy nem évül el az egész kölcsön. Tehát hiába a zálognak az értéke az kevesebb, mint a kölcsönnek az értéke, önmagában azzal, hogy van valamiféle zálog, az a ki tudja védeni, hogy elévüljön a kölcsön teljesen. Mármi Sámét, a Kamerab Judanoszi, ennek megfelel, akkor viszont mi az, amit Rabbi Judanoszi mond? Ugye, aki vitatkozik Rabbi Simon Gamliellel, hogy elévül a kölcsön, ach plagadalai nakita lejemeskön, ő ugye arra gondol, hogy az a rész évül el, aminél szemben nincsen jel, szemben nincs zálog, zálogfedezet. Ugye halkami flagi, és a következő a vita tulajdonképpen a kettő között, akkor ez alapján. És én meg amilyen szavár, kell neged kulajukajna. És én meg amilyen, akkor az az ásponton van, mint Rabbi Yochanan, hogy a zálog az az egészre kiterjed, tehát ugyanúgy, mint egy előleg, ami az egészet megszerzi, az egész tranzakciót létrehozza. Ugyanígy itt ez a zálog, jelben csak részértéknek felel meg, olyan, mint hogyha az egésznek megfelelne. Rabbi Judanoszi szavak negdegük hajni, és Rabbi Judanoszi pedig az az ásponta van, mint Ráv, hogy csak részleges a tranzakció, tehát egy előleg az csak a saját értének megfelelő részt szerez meg az ingóságból. És ugyanúgy itt is,
a zálog csak a saját értékek megfelelő részt fedezi le zálogfedezetként. Azt mondta, és akkor így tudnánk bizonyítani, hogy Simon Gamliel és Rabbi Judah Anasszi közötti vita, az ugyanaz a vita, mint Rabbi Yehonan és Ráv közötti vita. Azt mondta, Talmud loj, máj én nem is sámé, de kamer nem Simon Gamliel, lehák plagad, de nakit a lej, máské. Azt mondta, Talmud nem, rosszul értelmeztük a vitát. A vita Rabbi Simon Gamliel és Rabbi Judah Anasszi között úgy is értelmezhető, hogy miről van szó. De Simon Gamliel azt mondja, hogy nem évül el a kölcsön. Melyik része? Nem az egész kölcsön nem évül el. Csak az a része, ami az zálog értékének megfelel. Aha, akkor ezek szerint egy kládra Judah Anasszi láthulag, de laktél most kérdezik, nem, mert semmi. Aha, akkor ezek szerint a Judah Anasszi az az állásponton van, hogy a zálog értékének megfelelő rész is elévül. Akkor viszont miért van másként, de nakitlam le, akkor viszont mi értelme van a zálognak? Szóval Talmud Zichrin Barim Bálma, csupán annyi a jelentősége a zálognak, hogy egyfajta emlékeztető, hogy van itt egy kölcsön, és ezért ad neki egy zálogot. Nem azért, mert a zálog valamilyen módon valóban tranzakciós módon lefedezi a kölcsönt. Jó, tehát akkor ebből nem tudtuk bizonyítani, hogy lenne egy ilyen vita, ami az a vita, ami Ráv és Jéhanan között van, az létezne a misnakori bölcsek között is. Ráfka Hána, Jahávő lézőzá kitna, le szép jáker kitna. Most különböző történeteket fog idézni a Talmud, amelyek kapcsolódnak ehhez a témához. Amikor valaki adott egy előleget, és később vissza akar lépni az eladó, visszaléphet-e. Történt, hogy Rabbi Huda, Ráfka Hána eladott lent, és adtak neki előleget a lenért. Le szép jáker kitna, később a lennek fölment az értéke, azt mondta, hogy de Ráver eljött Ráfhoz, hogy megkérdezte, hogy mit kell ilyenkor most csinálni. Oda kell adja, hogy az egész lebeszélt árut, vagy csak azt az árut, ami szembeállítható az előleggel. Amel lej, be majdnak itt zuzel hab lej, be idacht, varim ninhud, varim én bahem is umich szurel mona. Azt mondta, hogy Ráv, azt add oda a vevőnek, ami a előleg értékének megfelel, a maradékot viszont abból visszaléphetsz, a maradékra a megegyezésetek az csupán ígéret volt, és az ígéretnél nincs olyan, a csupán szóbeli ígéretből való visszalépés, az nem számít hiteltelenségnek, úgyhogy ezt megteheted. Itt már Dvarim, Ráva Marébem, Sokszám, Manna, Brevék, Nama, és Vem, Sokszám, Manna. Vagy látjuk, hogy van is egy ilyen vita, megint csak Ráv és a Brevék között. Ráva azt mondja, hogy a önmagában egy ígéret, az ígéretnek a megszegése, az nem számít hiteltelenségnek, de Bihon szerint viszont hiteltelenségnek számít. Mészveire, Mészveire, Bihuda, Immer, Mátamud, Leimár, Hincedek, vagy Lajbi, Himbich, Lál, Éfahaja. Azt mondtam, hogy hogyan lehetséges, hogy Ráv azt mondja, hogy az ígéret megszegése, az nem számít hiteltelenségnek, akkor van egy brájta, amelyik a Mózes 3. könyvének 19-es fejezet 36-os mondatának az értelmezésekor a következőt mondja. Ugye maga a mondat az arról szól, hogy amikor kereskedsz, akkor hiteles súlyokat használjál, az négyszedek, áv négyszedek, éjfotszedek, hincedek, azt mondja Talmud, hogy igaz mérleget, igaz köveket, igaz éfát, igaz hint, ezek legyenek nektek, tehát, hogy ne csaljatok a mérésnél. És itt két mérték egységet is mond. Mondja azt, hogy hin, és mondja azt, hogy éfa. Ugye ez két űrmérték. Mi szükség van mind a kettőt mondani? Értettük volna csak az egyikből is, hogy hiteles űrmértékeket kell használnod. Erre azt mondja, a Talmud előjemele hosjel, hensel hocedek, vagy lápsel hocedek, a hin szó, az hasonlít a hen szóhoz, ami igent jelent, és azt akar ezzel arra akar utalni a Tóra, hogy nem csak a súlyaid és a űrmértékeid, hanem az igened és a nemed, tehát önmagában az ígéreteid, azok is legyenek hitelesek, és ne csaljál. Tehát akkor ebből mit látok, hogy önmagában egy ígéret megszegése, az is már hiteltelenségnek számít. Nem úgy, ahogy ezt rá mondta. Amre bája, hú, se lőjjed, ábrejhod be, pevejhod be, le. Azt mondta, Rabája, nem, itt arról van szó,
amikor valaki már az ígéret megtétele közben mást gondol, mint amit a száj, ami a száján kijön. Na, az tényleg hiteltelenség. De amikor valaki ígér valamit, és aztán a helyzet megváltozik, az nem számít Ráv szerint hiteltelenségnek. Nézd, félem sem, hogy e-mail, áfap is, amrú, ma tálisz, könyv, dinar, zav, én dinar, zav, könyv, tálisz, mikor amikor a lakával, amrú, is a parám, és eldőre, már most vagyok, hogy a parám, hogy szedlik pará, mi is én, vagy én, vagy buré, azt mondja, Talmud, oké, de van egy másik brájta is, ami láthatóan szembe megy azzal, amit Ráv mondott. Ugye ez a brájta, ez a párhuzamos brájtája a korábban tanult misnáknak, ami azt mondja, hogy annak ellenére, hogy a ingóság pénzzel való vásárlásánál azt mondjuk, hogy a tranzakció végérvényesen csak akkor jön létre, amikor az ingóság át lett adva, de amikor a pénz át lett adva, de az ingóság még nem, akkor nem jön létre a tranzakció. Tehát annak kell, hogy azt mondtuk, hogy a ruha és az aranypénz gazdát cserél, akkor a ruha átadásával megszereztem az aranypénzt, az aranypénz átadásával nem szerződött meg a ruha. Ennek ellenére azt mondták a bölcseink, hogy aki nem tartja meg az ígéretét, azt üsse az az átok, ami ütötte a özönvíz nemzedékét. És ugyanígy az örökkévaló, aki nem tartja be a szavát, azt ezzel az átokkal verje. Aztán a válta folytatja, és azt mondja, hogy ha valaki nem csak ilyen értelemben nem tartotta meg a szavát, hanem egyszerűen csak ígérgedett, és nem tartotta meg a szavát, azt sem kedvelik a bölcsek. Mit látok ebből? Ugye magában a szavak megszegése is egyfajta hiteltelenség. És ez ugye egy brájta, ami Ráv előtt van, tehát akkor Ráv hogyan vitatkozhat ezzel? Azt mondja, Talmud a Naihi, valójában ez egy vita már a korábbi bölcsek között, tehát Ráv nem újonnan állt elő ezzel a véleményével, mert találunk egy olyan tanát, aki egy olyan mestert, aki Ráv álláspontjával ért egyet. De nála, hogy tanultuk Májszörövék, hanem Mászja, van egy misna, amit később fogunk tanulni, ahol a Vérhamen Mászja azt mondta a fiának, Céusz hajlanup, hogy állj, menj és szerez nekünk napszámosokat, halakó paszaklemezeinhez. Elment, szerzett napszámosokat, és lebeszélte velük, hogy az élelmezésüket biztosítani fogja. Oksuba, hogy Cél Aviv, és amikor hazajött és elmesélte az apjának, amelőbb ni, a filata észlelem, szúzás, lemmi, sájteli, acaszajad, éha, vagy aszkai, mam, és én ne avram, iszoviákért. Azt mondta neki, fiamát, hogyan állapodhattál meg ebben? Hát ezeket nem lehet eléggé megetetni. Ha Salamon király lakomához hasonló ételt fogsz nekik adni, akkor is még mindig követelhetnek tőled, hiszen ezek királyok fiai, Ábrám, Izsák és Jákob fiai. El átse lejesz, hogy mert laha, cél mely lahem, ám nása én lahem aláj, el a pászok hitnizből vár. Addig, amíg nem kezdik el a munkát, addig köst ki velük, hogy ez az élelmezés, ez nem jelent többet, mint kenyér és hüvelyesek. És tedd ezt egyértelműbbé. Iszálkad állított valamiségésben, mert hosszú elmondta, a helyhez már lehazil hadrbach. Most, hogyha igaz lenne az, hogy az ígéret megszegése az egy fajta hiteltelenség, akkor Rabbi Yochanan ben Mászja hogyan utasíthatta volna a fiát, hogy lépjen vissza abból az ígéretből, amit tett nekik. Ebből láthatjuk, hogy feltétlenül azon az ásponton volt, és ő is egy tána, ő is egy misna korabeli bölcs, hogy vissza lehet lépni önmagában a szóban tett ígéretből. Azt mondja, Talmud, sajni a haszom, de pajánlgú fájú, le is szamkadály tájú. Azt mondja, Talmud, ez az eset, ez más. Miért? Mert itt a napszámosok sem gondolták, hogy a fiú, aki az apja nevében beszél, az annyira felhatalmazott lenne, hogy elhiggyék neki, hogy tényleg etetni fogják őket még a munka megkezdése előtt. És ezért ők se gondolták komolyan, és ezért vissza lehetett lépni ebből az ígéretből. Amúgy viszont hiteltelenség visszalépni a szóban tett ígéretből. Iha, hia, filo, is, hilubem, lachanami. Szerintem, hogy nagyon, hogyha ez így van, akkor ha már megkezdték a munkát, akkor is visszaléphetett volna. Már abból az ígéretből is, amit a munka megkezdése utára ígért. Miért csak a munka megkezdéséig?
Amru meimer am hiszkem im lach vade sam khadai tayu amru meimer am ar kamei davu ave nikhale. Szerintem nem, mert onnantól, hogy elkezdik a munkát, azt már azért a munkások is elhitték, hogy a tetetni fogják őket. Miért? Mert látják, hogy a fiú ezt biztosak benne, hogy a fiú ezt az apjával tisztázta, és hogyha az apja is így gondolja, akkor lehet hinni neki, és hitelesnek lehet elfogadni. Mi a már a bjéhen a hachi, van már a bárkán, amár a bjéhen a imen a bérem a tanen, na iszen a ha, jöhön lágzőbe. Azt mondtam, hogy várjunk csak, de hát akkor ezek szerint a bjéhen azt mondja, hogy egy ígéretből nem lehet visszalépni. De van egy brájtam, van egy mondás, ami megvan a Trabbarhánától, neki idézte a Bjékhanon, valaki azt mondja a fele barátjának, én adok neked egy ajándékot, akkor abból visszaléphet. Jakob sita, előbb mutor látszom, hogy a visszalépet nem azt mondja, hogy fizikailag visszalépet, hanem hogy szabad visszalépni. Ebből mit látok, hogy akkor mégiscsak megszegheti az ígéreteit. Amire a papa, a majd rá Bjékhanon, a tana, mu etes de samchodai táj. És azt mondta erre Rabbi Yochanan. Hozzátette. Rav Papa, hogy Rabbi Yochanan egyetért, hogy kis dolgokban nem léphet vissza, mert kis dolgokban, tehát egy kis ajándékban a megajándékozott elfogadja, elhiszi, hogy ez valóban létre fog jönni, és ezért abból visszalépni már nem lehet. Aki nem is távol, amire balamra Bjéhanan. És logikusnak is tűnik, hogy Bjéhanan egy kis ajándéknál azt mondja, hogy nem lehet visszalépni. De amire a balamra Bjéhanan is szörs, amire lévőben lévi, kör, májszer, és lév, ha mi adiben lévi, rása lesz, az, hogy trúl, májszer, makamáhet. Van egy tanítás, ahol azt mondta a balamra Bjéhanan nevében, hogyha egy izraelita azt mondta egy lévitának, hogy van nálam egy adag termés, amit neked fogok adni tizedként, tizedgyanánt, akkor erre hagyatkozhat a lévita, és abból a tizedből, vagy arra a tizedre aktiválva, megadhatja a maga trumász májszerjét, tehát a kohanitának járó részt. Ilyen Márta Mislém, Ulai Macim, Hadrbe, Misum, Hachirás, Elé, Márta, Macim, Hadrbe, Máj, Rásáj. Szerintem, hogyha valóban visszaléphet, ha valóban nem léphet vissza, bocsánat, egy kis ajándéknál, akkor értjük, hogy ugye ez egy kis ajándék, ez a lévitának adott tizet, akkor értjük, hogy itt miért, ha erre hagyatkozva, miért adhat a lévita, erre aktiválva már Trumas Meissert a kohanitának, de hogyha visszaléphetne bele, akkor hogyan adhat Trumas Meissert erre aktiválva? Istakach de kachilt valim? Lehet, hogy a végén vissza fog lépni az illető, a termést másnak fogja adni, egy másik lévinek fogja adni, és akkor az első lévi, aki erre hagyatkozva adott Trumas Meissert, az érvénytelen lesz, és akkor azzal a Trumas Meisserrel kiváltott összes többi tized is még tevel lesz, még olyan lesz, amiből nem fogyaszthat, hiszen a kohanitának járó részt nem adta oda. Akkor mit látok ebből? Valóban, az ásponton van, hogy egy kis ajándéknál már nem lehet visszalépni, mert abban már elhiszi az megajándékozott, hogy ezt tényleg meg fogja kapni. Azt mondja, Talmud, ha már ezt kinnan, kigen is not, nem menői, vagy hazavép, kide jetszlek. Azt mondja, itt miről van szó? Ebben a lévis esetben nem egyszer egy ígéretről van szó, hanem arról, hogy valóban oda is adta neki azt a tizedet, és a lévi visszaadta neki letétbe, hogy vigyázzon rá. És ezért nem, és ezért hagyatkozhat rá ez a lévi, és adhat rá arra aktiválva Trumas Meissert a kohanitának. Mert ez így tényleg egy végleges ajándék. Így, aki én a széfa, ben lévi ahe, nasznál, ben lévi ahe, én lejjebb elet a röjmesz. Akkor viszont mit jelent ugye ennek a
tanításnak a vége, amelyik úgy szól, hogy ha mégis odaadta egy másik lévitának, akkor az első lévita csak panaszkodhat, de nem állhat elő egy érvényes követeléssel. Iszak, hogy állítok, csak adna attól, hogy menni, vagy haza, hogy kizle egyszer, máj, én lőj alá veled, rajmesz. Ha egyszer tényleg már odaadta neki, és ő visszaadta letétbe, akkor miért állhatna elő egy követeléssel? Kijön, de máském, mert majd nincs legabej, amely egyszer magához vette, akkor az a májszer, az a tized, az az övé. Lássáj, mi nem, de lőj, natlőj. Akkor ezért muszáj azt mondani, hogy még nem vette magához. És mivel nem vette magához, ezért itt csak egyelőre egy ígéret van, és mégis az az ígéret elég erős ahhoz, hogy erre hagyatkozva Trumas Maisert, tehát másodtizedet, nem másodtizedet, bocsánat, a tizedből a kanytanak járó trumát levegye. Mit látok ebből? Legalábbis a kis ajándéknál, de Jöhanan valóban az az ásponton van, hogy az ígéret az egy érvényes dolog, aminek a megszegése ítéltelenség lenne. A húgávra de javiszum zuzi assumszumé. Történt egy eset, hogy egy férfi adott pénzt szezám magért. Szövjják és szumszumé, hadru bejó. És később, mire jött volna, tehát adott így előleget. Később, amikor jött volna a szezámmagért, addigra fölment a szezámmagára. Hadru bejúva amru leiszlan szumszumé, és kölzözach. És azt mondta neki, az eladó, arra, hogy itt már nincs több szezámmag, nem tudom itt eladni neked, vedd vissza az előlegedet. Lői sakjözözé, ő nem vette vissza az előleget, ignuv. És az előleget utána ellopta valaki az eladó birtokából. Azt mondta, hogy a médelavér, eljöttek Ravéhoz, hogy döntsön, hogy kinek van igaza, vagy ki a felelősség. Amel lejó, kiben de amel lakska az ez, ahol egy sákért, nem mi baj, és nem is szakod, hogy lehávé lepül, és nem is hanem, amel lehávé. Mert azt mondta, Ravé, a vevőnek, tekintve, hogy az eladó azt mondta neked, hogy vedd vissza a pénzed, és te nem vetted vissza a pénzedet, akkor nem csak, hogy fizetett őrzőnek nem tekinthetjük az eladót, hanem még ingyenes, szívességi őrzőnek sem. Tehát nincsen semmi felelőssége, a pénzed elveszett. Amire van, Ravébe, Habba, illak a brulé alá, mi se para. Azt mondták erre a bölcsek, Ravének már jó, de az eladó ettől függetlenül meg kell, hogy kapja a mi se para átkát, ugye azt az átkot, ami úgy szól, hogy aki elbánta özönvíz nemzedékével, az bánjon el az ilyen eladóval. Ugye milyen, mert ígéretet tett arra, hogy el fog neki adni szezámot, és nem adott el. Ami lejó, aki nem jel, azt mondta neki, Rave, jogos, ez valóban így van, de ettől függetlenül a pénz ellopásáért nem felelős. Amire a papi, amire a vinna, azt mondta erre a papi, így mesélte nekem Ravina. Ez az egész történet, ez nem így történt. Dindidei amerli a haumira banan, mire távusmé. Nekem személyesen mesélte egy rabbi, akinek a tfusz volt a neve, Amrilea, de a Smulbárban zutrasmé. Mások szerint a Smulbár zutra volt a neve. De iha, havu javulék, halkalaloda alma, de havik a mesanabidibure. És ő egy olyan rabbi volt, akinek, hogyha az egész világot adattad volna, akkor se változtatta volna meg a szavát. Didi Hava Avza azt mesélte nekem, hogy én ott voltam ennél a történetnél. A hú, jaj, ma apányod, de már is a bátó. És a következőképp történt a történet. Aznap egy péntek délután volt. Ávej a szív, de vasszú, gavra, kávra, baba. És jött egy férfi, és odajött a házamhoz, és leült a bejáratnál. Amely lé, iszlaksum, szoni, zabuni, és azt mondta nekem, van szezám magad, amit el tudsz nekem adni? Amri lé, laj, én azt mondtam, hogy nincs. Amri lé, amer lé, hábennok zuzibri kadingabach, de ha haskali. Erre azt mondta a férfi, na jó, akkor itt hagyom a pénzemet nálad, légy szíves, vigyázz rá, mert mindjárt besötétedik, és bejön a sábesz. Amri lé, ha vejszak kamach, az finu vejszave ignuv. Erre azt mondta neki, jó, hát itt a házam, azt csinálsz, amit akarsz. Mire ő be elhelyezte a házamban, és később jött egy tolva, és ellopta a pénzt. Azt mondta, amely drava, és ezek után mentünk el Ravához. Ami lél kol, habeszek kamach, lejmi bajos, semmi szak, lehávé, el a fő, semmi kénem, nem lehávé. És Rave úgy pászkanol,
hogy minden esetben, amikor valaki azt mondja, hogy letétbe helyezőnek, na jó, hát itt a házam, oda teszed, ahol akarod, akkor ez nem, hogy fizetett őrzőnek, de még szívességi őrzőnek sem számít. Tehát attól, amikor azt mondja, hogy itt a házam előtted, tedd be, ahol akarod, attól még nem azt jelenti, hogy vállaltam a dolognak az őrzését. És ezért mondta Rava, hogy én nem vagyok felelős ezért a pénzért. Amri lej, Amri lej, a bonon, a vavé, baj lelek, úle, a misöpora. Mire azt mondtuk neki, na jó, de hát, és nem úgy folytatódott a történet, hogy a bölcsek azt mondták Ravénak, hogy jó, hogy így pászken az, hogy nincs felelőssége a pénzért, de a misöpora átkát azért meg kéne, hogy kapja, mert hogy ígéretet tett neki egy eladásra. Amúgy légy, hogy ha jut valamelyre, mert azt mondja, nem, ilyen nem volt a történetnek ez a része, ez teljesen hiteltelen, ez soha nem történt meg. Oké, most rátérünk a Misna utolsó passzusára, Reb Simon, hogy miért kolosság eszebb, jada, 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 jajna. Reb Simon ugye azt mondta, hogy akinél a pénz van, az ő joga bármikor visszalépni. Ugye mi volt a bölcsek? A bölcsek ugye azt mondták, hogy mindaddig, amíg az ingóság nem cserél a gazdát, addig bárki visszaléphet. Akár az eladó, akár a levő. Simon meg azt mondja, hogy akinél a pénz van, tehát az eladó, ő az, aki visszaléphet. Miután megkapta a pénzt, amíg nem adta át az ingóságot, ő visszaléphet. De a levő nem léphet vissza. Tánya, mert Simon, én masszáj, biz már csak keszebb pénz beáld meg, ha keszebb beáld meg, ha pénz beáld meg, kell, hogy akkor látszom, hogy mindenki átszom, hogy ad. Tanultuk egy brájtában, hogy Reb Simon ezt kicsit egyértelműbben magyarázta, és azt mondta, mikor igaz az, hogy visszaléphet az eladó, akkor, hogyha nála van még az áru, és nála van még a pénz is. És nála van már a pénz is. De hogyha nála van a pénz, és az árut már átadta a levőnek, akkor nem léphet vissza. Miért? Mert a pénz a kezében van. Biadoj. Biad mojhiru. Nem is tudom, hogy kászor biadoj. Mi az, hogy a kezében? A vevő kezében? Az eladó kezében? Szóval igen, a vevő kezében az áru van, és annak az értéke pedig a eladónál. Magyarul azt akart ezzel mondani, Simon, amit mi már az eredeti magyarázatban is mondtunk, hogy ez nem azt jelenti, hogy akinél a pénz van, az bármikor visszalépett, hogy az eladó visszalépett akkor is, hogyha már az árut átadta, de a pénz ott van már nála. Nem. Ha a pénz ott van nálad, az árut még nem adta át, akkor lépett vissza. Psita. Tehát amúgy, mit akar ezzel nekünk mondani? Amire abba, ha már ezt kinnanként sajsz a liasélék, jákmusz kezd beád melyiket? Azt mondja a Talmud, miért mondta ezt Reb Simon? Mert a következőt akarta tanítani nekünk. Van egy olyan eset, amikor árut nem adta át a eladó, és mégsem léphet már vissza. Mégsem léphet vissza. Ugye mit mondtunk? Azt, hogy azért lendelték el a rabbik, hogyha a pénz átment, az áru még nem ment át, akkor vissza lehessen lépni, mert attól tartunk, hogy ha átadta a pénzt, és az árut még nem, akkor mondjuk jön egy viszmajor, és az eladónál lévő, még az eladónál lévő áru egyszer csak elég, az eladó nem fog mindent megtenni a megmentése érdekében. Mivel akkor Rachamai ezt kinnankin sajszalli, és előtt keák, mert ezt keresztbe jád mehér, hogyha az a hely, ahol az áru van, mondjuk az a padlás, ahol a búza van, az eladó búzája, egy olyan padlás, ami tulajdonjogilag az eladóé, nem bocsánat, tulajdonjogilag a vevőé, aki most megveszi az árut, de az eladó kölcsönzi azt a helyet, bérli azt a helyet. Tájomáltak én a bonom is írják, de sem hiszem, hogy miért rendelték el a bölcsek, hogy addig, amíg az árut nem veszi át a vevő, addig ne legyen végérvényes az eladás, nehogy az legyen, hogy nehogy az legyen, hogy valaki az árut megveszi, de nem veszi át, majd jön a tűz, és az eladó nem tesz meg mindent a megmentés érdekében, és ő meg nem nincs ott, hogy ő megmentse. Ha, Suszedelei Kárnin, Hóve, Inna, Aflódik, Hóve, Inna, Szitara, Homájszele, itt viszont ugye a maga az a hely, ahol az áru van, az tulajdonképpen a vevőjé, csak ugye bérbe adta az eladónak,
És ezért, ha ki is ütne ott a tűz, még ha az eladó nem is tenne meg mindent, hogy a vevő folyamatosan ránéz a helyre, hiszen ez az ő tulajdona, és azért ő tenne meg mindent, hogy megmentse. És ezért ebben az esetben, ha nem is ment át az áru, akkor is a kivételesen végérvényes az ügylet, tekintve, hogy a pénz átment. Hú, Gávra, de jaj, Zuzá, Hámra, de Szöjv, Sama, de Kapai, de Minszöpé, de Pázek, Rufila. Történt egyszer, hogy valaki adott előleget egy bizonyos borért, és utána hallotta, hogy jön a királynak a helyettese, és el akarja vinni a bort. Amely Lé, Hávré, Zuzé, Lajba, Ina, Hávra. Mert azt mondta, eladónak inkább ad vissza a pénzt, mert nem akarom a bort. Azt lekem édrát hízzam, mert léked estiknum és sikabim moichre, inkább tiknum és sikabim lekuhajsz. És kérdés volt, hogy akkor most visszaléphet-e vagy sem. Eljöttek a Frizdához, és a Frizda azt mondta, hogy ahogy elrendelték, hogy visszaléphet a áru magához húzása előtt, az eladó ugyanúgy visszaléphet, a vevő is, tehát jogos a visszalépése.